A Cinderella egy tükröt tart az életnek, és az én elképzeléseim szerint ez a színház dolga, mondta Locz Katalin, a teátrum új igazgatója. Ebből a szempontból ez egyfajta programdarab. Ez a darab, ez tipikusan olyan darab, ami a mi valóságunkat nagyon erősen tükrözi, mert mai, a mai 30-asok, 40-esek biztos, hogy magukra ismernek benne, és bár ez egy vígjáték, egy francia vígjáték, azért egy olyan vígjáték, aminek nagyon sok, nagyon nagy mélysége van, és nagyon sok komoly gondolat van benne. Tövödi Péter író-rendező egy könnyed vacsorát álmodott a színe, melyben azt feszegeti, mi emberek mennyire vagyunk fogjai a kliséinknek. Kimondottan egy olyan darab, ami, ahol összeütköznek elvek, elképzelések a világról és a család életről, a morálról. Ez az érdekes benne. A konfliktus éppen abból adódik, hogy miközben semmit mondó dolgokról próbálnak beszélni, egyszer csak kibújik a szög a zsákból, és kijönnek azok az ellentétek, amelyek mai napig is például a magyar családokban észrevehetők, mind családi ellentétek, mind politikai nézeteknek az ellentéte, mind a világról alkotott véleménynek az ellentétei. A Német Színház tavasszal még két produkciót mutat be, márciusban a Pinocchio című mese, míg májusban a Miniszter félrelép című előadás kerül a színpadra.